Köszöntöm nézőinket! A Várpalotai Napok előrendezvényeként szervezték meg augusztus utolsó hétvégén a Várkapu Fesztivált. Két év kihagyást követően ismét változatos zenei programokkal várták a szórakozni vágyokat a Túri Vár udvarában. Fenyő Csaba és Tippán Zsolt szervezésének köszönhetően akusztik koncerteken és táncos bulikban ereszthette ki a két éve kezdődött pandémiás időszak alatt felgyülemlett gőzt Várpalota és környékének zeneszerető közönsége. A Várkapu Fesztivál pénteki nyitónapján kezdetben DJ Lazsa szolgáltatta a talpalávalót. Idegen, hogy az életem, élet idegen, egyébként innen túl a vizeken, szellem forró, a bosszú idegen működik, valakit lesz, hogy idegen, hogy az életem, élet idegen. Az esti koncertsorozatot a Dos Diabolos, vagyis Gangsta Zoli és Takács Vilkó akusztik koncertje indította. Az a helyzet, hogy a kártel az nem szűnt meg, tehát a kártel az én azt gondolom, hogy a Willi nevében is szólhatok, hogy ő az örök gyermekünk, tehát és az egyes számú gyermekünk, és ez egy ilyen szerelem gyerek, ilyen mellékágon, tehát a Vilmossal, ez úgy történt az egész dolog, hogy a Willinek volt egy egyszálgitáros produkciója, és akkor én egyszer azt mondtam, hogy én el tudnék énekelni egy Danzig dalt, az I'm the One-t, és a Vili még majdnem nem nevetett ki, mert ennél illendőbb. Tehát azt mondta, hogy te énekelni. Mondtam, hogy de próbáljuk, hallgassátok már meg. És akkor egyszer egy ilyen buliba, hogy tud énekelni, tud. És akkor elkezdtük ezt a dalt, úgyhogy még nem gitároztam, hanem a Vili egyszálgítás produkció, és akkor mondta, hogy és van egy vendégünk, Gangsta Zoli, köszöntsétek szeretet, és a I'm the One, a Danzig-től. És nagyon akkora sikere volt, hogy mondom, hogy nem lehet, hogy még pár dalt elénekelnék, és utána pedig egyszer csak azt mondtam, hogy megfogtam a gitárt, és így elkezdem pöngetgetni, és azt mondja, Vili, te mit csinálsz? Gitározol? Mert én gyerekkoromban igazából tanultam klasszikus gitárt, csak hát azt letettem, és utána dobtanszakon végeztem el a zenesulit, de azért meg tudtam fogni a hangszert. De nyilván semmi, tehát semmi nem volt meg. De aztán a pandémia ideje alatt én azzal töltöttem az időmet, hogy a Vili meg a Pulius Tibi ketten megtanítottak engem gitározni. Ezt komolyan mondom. A Vilitől kaptam egy gitárt, és azt mondta, hogy ezt ajándékba fogadd el, gyakorolgass. És azt gondolom, hogy ezt már tőle kéne megkérdezni, hogy szorgalmas volt a mi. Én a Sex Sectionnel mi már nagyon szerettük a blues-t annak idején, nekünk volt blues műsorunk, és én azt gondolom, hogy a Willi is rockzene, meg ez a fajta country blues, ez nem áll olyan nagyon messze egymástól. Tehát a Pantera csinált olyat, hogy country énekessel fúzionált. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem áll messze ez a két műfaj egymástól, és a Willi is a rockzenéből jött, meg én is. És mind a ketten szerettük ezt a fajta gitárzenét, és így ez ilyen véletlen folytán összejött, és én úgy örülök ennek, mert ez egy szerelem. Tényleg mi ezt szerelemből csináljuk. Mindig is hallgattam blues zenét, de az a jó ebben a fajta blues zenében, amit a Zolival csinálunk, hogy ez nekem is egy teljesen ilyen szűzterep volt. Tehát, hogy tudtam, hogy van ilyen Louisiana-i blues, de hogy alapvetően nem mélyedtem el annyira benne. Úgyhogy elkezdtünk ilyen stílusú zenekarokat hallgatni, felkutatni a Spotify-on, a YouTube-on, és rengeteg olyan zenekart találtunk Amerikában, amire azt mondtuk, hogy úristen, ez tényleg ez a mi zenénk, ilyet akarunk mi is csinálni, magyarul, két gitárral, meg egy ilyen lábdobpedállal, és elkezdtünk csinálgatni, és miután nekünk tetszett, elkezdtük mutogatni a barátainknak, és mondták, hogy ez tényleg tök jó, nem olyan, mint a Kártel, nem olyan, mint a Sex Section Action, de valamiért mégis van benne egy olyan plusz, ami által ezzel ki lehet állni színpadra, úgyhogy bátorkodtunk ezzel színpadra menni, és hál' Istennek ideig úgy néz ki, hogy sikeresek. És tényleg az volt az első ilyen reakció, hogy elmentek haknizi ketten, Kártel számokat, tehát nem. Mi nem játszunk Kártel számokat, tehát vagy saját Dos Diabolos dalokat játszunk, vagy ilyen feldolgozásokat, ami ebben a stílusban, de ez lehet Johnny Cash, ez lehet Muddy Waters, ez volt már Rolling Stones, volt, de még volt Dead or Alive, ez a hát ki kell mondjam, a
a meleg pop zenekar, tehát Dead Alive, de van Matt Bianco, tehát mindenféléből összehozunk, és ebben a stílusban próbáljuk kigyúrni magunknak, hogy, hogy így szóval. De van LL Cool J, aki egy, az egy rappelő adó. Vannak rap számok is alapvetően, hogy, hogy vannak olyan rap dolog, amik, amik az Oli számára borzalmasan ikonikusak, és mondta, hogy ezeket kártelen nyilván nem tudjuk eljátszani, akkor játsszuk el így akusztikus gitárral, kicsit átírtuk, kicsit megvan bluesosítva a dal, de hogy így működik. De az a jó, hogy ez egyrészt egy kihívás, azt gondolom, hogy nem a saját közösség, de már volt olyan, hogy Pesten játszottunk a Frös teraszon, és már jött egy olyan csapat jött oda, egy elég komoly tábor, akik már Dos Diabolos rajongók. Tehát már vágják a szövegeket, éneklik, és azokat követelik, azokat a számokat. Tehát szerintem ez egy tök jó dolog, és nagyon jó halad előre. De ez egy olyan kihívás, de a kártellen ugyanezt végigéltünk mostanában, hogy, hogy olyan közönségek előtt léptünk föl, egyszer egy falunapon, ahol azért az anyukák, a kisbabák, gyerekek, nem a kártele vannak kiélezve, és a végén óriás sikere volt. Utána pedig elmentünk egy metal fesztiválra, a Hangyásig az Zoral, ugye ez a Sör Olimpia. Tábor fesztivál. Igen, és ott pedig egy olyan metal közönség, akik nem szedik a rap zenét, hogy jöjjön fel a zenébe, menjetek már! És utána a végén meg már visz, így. Tehát, hogy ez szerintem egy olyan kihívás, aminek hogyha megfelelsz, az egy nagyon jó dolog, és egy nagyon jó érzés. És ezt, a Willivel ezt folyamatosan megéljük, ezzel a kis formációval, és szerintem most már így kezdünk gyűjteni egy saját rajongó tábort. A szervezők igyekeztek minden zenei ízlést kielégíteni, és minden korosztály kedvében járni a kétnapos zenei fesztivál ideje alatt. Ismert és kiváló zenészek léptek színpadra. Ha a zenei stílusomat tükrözni, akkor egyfajta másfajta zene lenne egész éjjel. De nem, figyelni kell mindenkire. Mindenkinek adni kell. Mindenki azért jön be, mindenki, és azért tudjuk, hogy mindenki jól érzi magát, mindenféle stílusba kell. Nem baj, hogy szélsőség, nem baj, hogy a sarkos egy kicsit, de az kell. Igen, mentünk az akusztik fele, jött a populáris dolog, ugye régiek, 80-as évek fellépői, hát meg a fiatalon az éjszaka, ami aztán keményen oda szokott vágni. Ez a Várbisztró, amikor 4 évvel ezelőtt pontosan nyitott meg, és ugye a pandémia miatt ezt bezártuk. Jó gondolom, várnak a felújítása, a pandémia keretbe húzta teljesen a számításnak, és zárva volt ez az üzlet mondjuk 2 évig. Aztán álmodtunk egy nagyot, és ezért felkértem egy barátomat, Tipmár Zsoltit, hogy segítsen arra avval kapcsolatosan, hogy egy olyan igazi helyet tudjunk varázsolni Várpalotának, amit mindenki szeret, egy igazán jó helyet és egy minőségi helyet szeretnénk volna ugyanúgy a kultúrába is behozni erre a helyre. Kerestünk hozzá belső építészt, kerestünk hozzá dekoratőrt, és szerintem egy nagyon-nagyon szép helyet tudtunk varázsolni, amiben látszik, ugye mindenképpen látszik a vendég seregen, vagy a ide belátogatók hozzánk, hogy szeretik és megszeretik ezt a helyet. Minden héten magas szintű programokat hozunk a helyre, és ezt egyre jobban megszokták az emberek is egyre. Innen jött az ötlet, hogy ugye van a Palotanapok. A Palotanapok egy hatalmas rendezvénye Várpalotának, egyértelműen, ahol több ezer embert mozgat meg az egész. És valamikor 4 évvel ezelőtt elkezdtem én ezt a programot, a Diadal napján csináltam egy ilyen programot, már egy estét, és akkor egy szép számon megjöttünk. És azt mondtuk, hogy legyen 0. nap. Szabad a hely? Akkor szabad a hely. És én úgy gondolom, hogy egy igazán masszív és tényleg egy kiemelkedő programot, kultúrás programot hoztunk be az embereknek. Próbáltuk úgy összeállítani az egészet, hogy mindenki jól érzem ma este itt. Tehát a populáris oldalától kezdve az idősebbek, a fiatalok az éjszaka beleolvadva. Szerintem 2 napig fesztivál. És úgy gondolom, hogy ezek az árak, amikkel mi dolgozunk, nem kell elmenni Veszprémbe, nem kell menni a Balatonpartra, nem kell ide menni, oda menni, hanem ha akar, aki lelátogat, aki 2 napig, és jól érzi magát nálunk. Gangsztájékat az Ezred Forduló diszkó zenéjének egyik sztárcsapata, az UFO zenekar követte. A régebbi időket idézte rock'n'rollos zenei stílusával az Ed Phillips and the Memphis Patrol formáció. Az est további részében egészen hajnalig DJ Mitz Buchanan, DJ Newick és DJ Cookie dolgoztatta meg a tánc szeretőket. Walk away, oh, to September. Walk away, oh, to September.
Carlos Santana, a Queen és a Coldplay világhírű slágerei mellett a Volt egyszer egy vadnyugat, valamint a Jó, a rossz és a csúf amerikai filmklasszikusok zenéi is felcsendültek azon a rendhagyó közös koncerten, melyet a várpalotai bányász fúvószenekar és a székesfehérvári ifjúsági fúvószenekar adott az elmúlt szombat este. A különleges koncert ötlete egy Székesfehérváron rendezett fúvószenekari találkozón merült fel. Most a Turivár előtt zajlott nagy sikerű koncert legszebb pillanataiből idézünk fel néhányat.
Thank you.